Üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ugyebár legutóbb ott hagytuk abba, hogy az öregnek az órájára mentünk, illetve találkoznunk kellett vele Fig professzorral egész konkrétan. Úgyhogy amondó vagyunk, vágjunk is bele, ne szaporítsuk a szót nagyon. Ugyebár itt vagyunk, és várakoznunk kell, mert olyan időpontba jöttünk, aminél nem, jó magyarsággal mondva, nem van itt. Ma itt is van előttünk. Körbenézünk, van-e van, mit begyűjteni, van. Egy kis mangitos, más. Nincs. Úgyhogy beszéljünk is, átvezetőjem. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrok's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrok's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. At Koboldjairól? Speaking of the vault, do you think that Ranrok is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrok. Jól áll nekünk a szemüveg most. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Jól lába mit talált? I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Gyerkép. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book. But we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecate know to expect you. Okay. Ezt láttam a csillogni. Az inkább egy makák vagy majom, valószínűleg ez is valami, hát átkozott tárgyszerűség lehet, vagy az önzés jelképe. Ne tudja már. Viszont vegyük le a szemüveget papíron, ugyanis csak eltüntetésre, hogy nincs rajtunk. Igen, itt a fekete kesztyű, a fejfedő eltüntetve, a köppeny, és elég szépen haladunk fölfele, pedig még csak a játék elején vagyunk. Küldetés: Hecate professzor első megbízása, és a zárolt részleget föl kell fedeznünk. Hecate professzor beszélni szeretne velem néhány kiegészítő megbízásról. Jelentkezel Hecate professzornál, és a Pyronicio űbájt fogjuk megkapni érte, mint opció. Úgyhogy menjünk is el oda, itt van egy csontváz. És samu, csak hogy jó legyen. Itt meg asztrológiai dolgok. Küldetés előfeltételeként igényelhetnek bizonyos szintet, vagy eszközt, tekintsd meg a küldetés naplót, vagy a... Hát haladnunk kell magyarul tovább.
Itt lejövünk ki. Átmegyünk. Egyébként nem minimumon van a grafika, úgyhogy egész tűrhetően fut ilyenkor. Hát itt nincs meg. Jön más szinten van. A térképen ott a pajzsikon. De ez megvan a tűz. Ugye akkor az pajzs, jó? Hát haladjunk tovább. Közben a Windows szerintem cseszekedik a háttérben, mert vannak dropjaink, de nem foglalkozunk most vele. Annyira nem zavaró. Az itt tisztelegnek, és majd mocorognak. Minden, ami kell. Csak hogy jó legyen. Na, ő akar egy kis segítséget, de szerintem húzzunk le mindent nullára. Itt nagyjából stabilak vagyunk. Nyilván nem lett csúnyám. Nézzük, ő mit akar, közben mellé küldi. Zenobia-nók. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Mindenki ok nélkül utál, ez szomorú. Miért utál téged mindenki? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst. Leander Pruitt. That no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Szörnyen hangzik. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Szagosra fecskölnek. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. Nem gyakran leszít. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Le kell lebegtetni őket, vagy invitolni? Hát túl reagálták egy kicsit. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a self-proclaimed talented fifth year. Önzetlen és tehetséges ötödévesre, aki segít. Azaz ránk. Nincsenek barátaid? Have you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not Natty egyszer köszönt, azóta se semmi. Oké. Okay. Van tippet, hogy érhetem el őket? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high, got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Okay. 6 köpkő van. Jelzés a mapőket. Érdekes. Egy itt van lent. Oda. Errefele kell lemenni. Kimegyünk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ott is van. Invito. Vagy más, valahogy így, hogy jó legyen. Aludj, egy meg is van. Jó legyen. Szóval az ott megvan. Következünk. Pedig itt bent, fent. Szépen el kell jönnünk erre. Azt mondja, hogy abba az irányba is van.
aminek köszönhetően... Rozgom. Revelio. Arra fele föl. De gyere ide! A pocska meg is van. Ad messze van. Adott jócskára men. Körbe kell néznünk, mert itt van valahol, amit keresünk. Valószínűleg kiszúrja a szemünket. Esetleg fönt a toronyba. Bár mágikus világban mindenhol is lehet. Igen, megint a magas pontokkal jön. De annyira magasan csak nincs. Dehogy nincs. Gyere csak ide. Meg is vagy. Hát ennél magasabban nem lesz, reméljük. Viszont 138 méterre van egy. Ami 140 most már a túloldalom. Illetve ebbe az irányba is akad egy-kettő, itt egy ládika, meg egy másik. 44 manit be is nyúlunk. Ha jól tudom, van fall damage, meg nem biztos, hogy ki tudunk ugrani. Ez mindjárt kiderül. Lementjük. Nem tudunk csak úgy kiugrani. Le van zárva, jó. Akkor nincsen öngyilkos fall damage. Ami nem baj. Itt a környéken nincs. Viszont van itt egy ládika. Itt van a megoldás arra, hogy hogy kellene megcsinálni egyébként a dolgokat, akinek eddig nem volt világos. Hogy ugyebár a számok 0-tól 9-ig. És itt a következő matek példában van egy kettesünk, és van egy hármasunk, ami együtt 5, így kell nekünk 4, ami az a első baloldali középső logó. Ami idejévaló. Méghozzá ez a csőrike utánzat. Még az alsó 4-nek kell lenni, amiből van 0-nk meg 1-ünk, ami 1-et ér. Akkor kell neki még 3, ami meg a kígyó. Tovább ez. És itt a matek megoldása. Open the door. Ezt átkutatjuk, lett egy szabadon álló órák. Ez nem a Lancelot lovag? A Gryffindor szumóból. Hoppá, hoppá, hova jutottunk be? Ez is az asztrológia terem? Számisztika tanterem, bocsánat. A diákok ebben az osztályteremben a számunk mágikus tulajdonságairól és számisztikáról tanulnak, bár sokan inkább azzal töltik azt az időszakot, hogy holdborjaikat számolnak, vagy elbóbiskolnak padjaikba. Holdborjakat? Ez olyan, mint a bárányokat számolsz el alvás előtt. Az durva. Van itt egy láda pluszba. Lett egy ruha. Gyémánt mintás a ruha. Mi van még itt olyan bónusz? Van kettő ajtó is. Nagyon nice. Meg egy förgömb, amiről még mindig nem tudom, hogy mit csinál. Van egy hatosunk, meg egy... 1, 2, 3, 4, 5-ösünk. 6 meg 5 az 11. Akkor kell oda nekünk egy hatos. Ami a gekkó. Nem ez. Adlajhár.
hanem ez. Való pedig van egy 8-asunk kérésben, ami 0. Az ott miért csillog? Nincs rá infónk, oké. Szóval a 8, amiből lejön a... Melyik is? Az, ami 7-et ér, akkor 2 fog kelleni hozzá. És a 2 az pedig ez a páfrány fejű. Na. Mit néztem be? Az ott... Ja, mert 1-es kell nekünk, ami meg az unicorn is. Jó, az ez. Akkor ez itt nyitható is. Ahol szintén van egy ládika, 2. Lett egy közepes asztal, meg egy iskolai egyenruha, ami gyengébb, mint a mostani, de akkor a másik ezek szerint erősebb volt. Akkor arra nézzünk is rá. Mert köppe, nem, öltözékek kategória. Igen, 2-vel erősebb, 15 helyett 17 a védelem. Viszont csak 2-es szintű, nem 3-as. Jó, átváltunk rá, ezt meg nem tudjuk használni, ami amúgy gyengébb, mint a mostani. Több kis urigavallérok lettünk. Az eszköztárban... Számisztika útmutató lapjai. Különböző legendás állatokhoz rendelt számok listáját tartalmazza ez a listánk. Nagyon nice, illetve van egy Zenobia köpköve, miből 2 van már meg. Kis varázslatos golyó, bűzös folyadékos spritzer, amikor a játékos pontot veszít. Érdekes. Gyűjtemények menüben... lett itt 2 tárgy. És lehet itt egy számisztika tanterem. Küldetésünk adott, de most azzal nem nagyon foglalkozunk, mert ugyebár a köpköveket keresgéljük meg. És akkor ide nekünk kell... Van egy 0, meg 13, ami azt jelenti, hogy 5 a kérdéses szám. Ami a tarantollapók. Nem ez ez. Még fölül pedig van egy ötösünk, meg egy gekkónk, a gekkó az meg 6-ot ér, 5 meg 6 az 11. Akkor kell nekünk 4, ami meg a csőrike. Még hozzá ez. És akkor ezzel ki lehet nyitni itt ezt a dolgot. És már is meg is vagyunk. Éppen magától íródnak itt a kották. Nagy szőnyeget kaptunk cserébe. Meg egy bordó újatlan kesztyűt, ami elviekben jobb, mint a mostanunk, azt írja. Úgyhogy ebből a lendülettel rá is nézünk. Öttel lesz jó. És egész vagányan néz ki, bár új lenyomatot hagyunk vele, úgyhogy... a kinézetét megváltoztatjuk átlagos fekete bőrkesztyűre, hogy ne hagyjunk új lenyomatot. És ez is megvan. Akkor innen más kiútunk nincs szerintem. Le kell mennünk. És érdekes, hogy a számisztika terembe is amúgy egy rejtvénnyel kellett bejönni, úgyhogy itt van neki a megoldás, hogy mit és hova rajzolsz. Amúgy túl full véletlen fordultam el itt balra. Bármi és akármi lehet, címszóval. Igen, az ott kint lesz, mert itt nincs, dehogy nincs. Gyere csak ide! Meg is van. Már megérte akkor ezt itt végigvinni, ezt a szakaszt. Ugyebár itt meglett a gyors utazási pont, de akkor a többi részünk meg kint lesz.
Hát ugye már ez egy mellékküldetés, hogy meg kell keresni a köveket, viszont ő küldi, mutatja, hogy mit, hogyan. Az ott van bent legalább egy. Meg van lent egy láda, azt jelzi. Aha, interakció. Ez pironíció fog kell lenni szerintem majd, hogy valamit érjünk vele. És nem tudom még, hogy tudnánk ahhoz a ládához lesettenkedni. De... majd kiderül. Mindenesetre most bemegyünk ebbe az épületszárnyba. Meg lett a viadukt udvar. Hoppont helyszín. Egyébként jó pofa ez a hoppont rendszeres megoldás a gyors utazásokra. Hogy ne kelljen annyit mászkálni az embernek, ha nem akar. Ez is egy olyan láda, ami látni lát. Most az a kérdés ide, ha ott jutunk be, és ott is lesz egy hoppont rendszer. Belső udvar. És itt nem akar mutatni nekünk kint semmit, akkor valószínűleg bent van, ami kell nekünk. Viszont te onnan gyere csak ide. Meg is lett. Oké. Okay. Így, hogy le van véve lóvra a grafika, így megfut a DLSS, így nagyjából a 60 környéki FPS-ünk állandóan megvan amúgy. Úgyhogy szerintem még így is egész tűrhetően nézünk ki. Bár sajnos ez nagyon rossz a... Ha ebben nem lehet mit kezdeni. Viszont ha azt mondom, hogy lebegjél, akkor meg is van. Oké. Okay. Lassan 9-es szintre fogunk fejlődni. Most azt akarom megtudni, hogy hol jutunk be a... oda. Mindenképp csak bent, vagy van itt kint is. Csomó titok van, ami mellett egyébként még elmegyünk. Meg itt sorra jönnek a hoppont helyszínek. Ez a nagy terem, itt szokott menni az Ibizabi. Ugyebár mi... ó! Meg is lett el is a nagy teremről. A nagy terem mennyezetét úgy babonázták meg, hogy a kastély feletti égboltot utánozza. Mice, amúgy tök jól néz ki. Itthonra is elfogadnak egy ilyet. Az ott volt a Mardekár asztala, és itt egy ládika. Ég napelenző védőszemüveg. Ez is erősebb, mint a mostanink. Vagy csak azon nyűk, hogy újjam. Arcnál... de erősebb. Oké. Okay. Kinézetre meg offoljuk. Így. Egyébként jók ezek, hogy a skineket lehet ilyen egyszerűen cserélni, azaz felrakod a tulajdonságot magadra, a ruhát. Viszont nem raksz mellé. Aha, itt is van valami. Érdekes, hogy itt kettő is volt. Baglyos emelvény. Ez egy olyan megbűvölt emelvény, amelyet nagy Roxford igazgatók, valamint Black Professor beszédet tartanak. Oké. Okay. Az úgy Nice, szóval ez egy baglyos emelvény akar lenni. Az is, mert ott van rajta a bagoly. Mi találó? Ide szint törés kell, amit még nem tudunk megtenni. A mégen van a hangsúly. Jó, menjünk itt ki. Ott hirtelen beszpavnolt. Ide lumoz kell. És a bagolynál van, azt mondja a hozzátartozó cucc. Azt nem mondta, hogy elbújt a... bagjon. Itt hol van neked lepke? Ezek itt a vatkanok. Azt mondta, hogy ezen a részen. Lumos. Akkor hallgom semmi. Akio.
Leviosa, bármi, semmi. Viszont csak bamba vagyok, mert szerintem a lorom előtt lesz a lepke, csak mindent nézlek, ott is van, méghozzá a fő tanári széken volt rajta. Ez egy viszonylag könnyen begyűjthető csomó, ezek szerint. Csak hogy négyszer mitszer legyen. És ez ide is jött. Az eredményünk egy lapocska. Oké. Okay. Itt bármi. Semmi olyan. Csomó minden mást látunk. Az megvan, szóval az kár volt kijelednie. Köszönj, itt vagytad az ajtót nekem. Itt látható a házaknak az eredményei. Házpont számláló homokórák. Ezek a rubint, gyémánt, zafir és maragdot tartalmazó nagy díszes homokórák a Gryffindor, a Hugrabug, a Hollóhát és a Mordekár házak pontjainak számlálására lettek megbűvölve. Úgy látszik, nagyon éveleje van, mert senkinek nincsenek pontjai. Nem látok bennük pontocskát. Vagy illetve ott vannak a cégérek, a lászlók. Ez valamit ér? Hát, nem minden ér valamit. Roxford építész. A Roxford építész, aki a négy ház kabala figurája vesz körül, tervezte és felügyelte a Roxford kastély építését az alapító Hollóhát Hedwig mellett, akinek a kastély állandó változó alaprajzát tulajdonítják. Itt is van a 9-es szint, plusz 30 over. Ide be kell mennünk, azt mondja. Föntre van egy 4-esünk, meg van egy 2-esünk. 4 meg 2 az 6, akkor kell neki a 0, ami itt a ő. De gyors is volt. Ellenben mutasd meg nekem, hogy hol a másik hozzátartozó, mert nincs a környéken, te viszont gyere ide. Ahogy meg is vagy. Azt nem mondta, hogy e mögött lesz, és ezt még meg kell tanulnunk megbűvölni. Előfordulhat egyébként, hogy valami ilyenkor még nem elérhető, de annyira csak nem krumpli. Itt is láttam valamit, nem véletlen. Hozzá a banyának a portré szobra. A mézesfalás titkos átjárója. A félszemű banya szobra mögé rejtett titkos átjáró a Roxfordból a mézesfalás pincébe vezet, csak egy bizonyos varellat használatával tárható fel. Oké. Okay. Ez meg is van. Akkor... Ez itt legyorsul, de ennyire lentre nem szokták rakni a domót. Mármint ahol legyen a megoldásnak a kulcsa, ahol mint be kell állítani, addig gondolom, hogy bent van inkább a ezárt területen. Jó. De Leviosa kell. Az is megvan. Az is meg lett. Okay. Ha valami a közelben van, akkor azonnal kapunk róla dumát. Csak az valahol fönt, ott is van. Majd meg lett, kérem szépen, és akkor még van kettő. És van két ősi Magic mérterünk ott a potionok fölött, amiből van 9. Amúgy. Ez egy nagy lépcsőház. Ott a nyíl fölfele mutat, hogy az meg föl van, a másik meg. Mindjárt kiderül, hogy följebb vagy lejjebb van-e. Hát csak az kell, hogy mindent is elérjünk.
No, futunk egy kicsit. Szerencsére staminánk nincs, ettől függetlenül nem fel. És ide rakták föl. Nem mondod, hát ennek nem tudom, mi volt lent a kérése. Ja nem. Hát itt egy másik, kérem szépen. Jó, van egy kígyónk, ami... hármat ér. Meg van egy hidrafejünk, ami 9. 3 meg 9. Ja, jobb gombbal tudunk most már nézni. Oké. Szóval az 9. Ad meg 3 ott fönt. 9 meg 3 az 12. Ahhoz kell még 7. Ami ugyebár ez a egyszemű polip fej. Nem ez, nem ez, sem ez, hanem ez. És akkor neki van egy másikja, ami 15 meg kos, ami 2-t ér, az 17. Ahhoz kell 5, ami meg a ók. Tarantola. Fölfutunk. Egy lépcsőházi torony megtalálva. Az lefele vinne, én itt följebb akarok menni. És ez itt a teteje. És innen még följebb kéne jutnunk, meg ott van valami az épületen kívül is. Ennél följebb nem tudunk itt menni, viszont... érdekes. De följebb tudunk menni, még hozzá innen. Csak kívülről kell támadni. Igen, mindig megszólal, hogyha valami közelébe vagyunk. Ez még 59 manit ért. Itt is van egy begyűjthető. Dúdolnak. Hol lehet, amit keresünk? Az ott. Meg is van, kérem szépen. Ez itt. Oxford Herbológia díj. Az Oxford a gyógynövénytan területén mutatott példamutató képességei elismeréseként ezt a különleges díjat 7 éves ugrabugos Marbel Gerlich számára adományozza. A mandragórától a fagyöngyig, a furunkallától a rugós gumiig, a növényvilággal kapcsolatos munka minden várakozást felülmúlt. Oké. Okay. Jó, az ott megszűnt továbbiakban érdekesnek lenni számunkra, azt jelzi. Itt látok valamit, a nagyméretű szobornál. Házi manó páncél. Ezt a házi manóknak szánt páncélkészletet a szóbeszéd szerint egy kegyetlen varázsló készítette, aki azt akart, hogy a manója megvédje őt a csatában. Szerencsére a varázsló túl ostoba volt ahhoz, hogy rájön, hogy a páncél valójában ruházatnak is tekinthető, amit a manó felvette, azonnal eltűnt belőle, és soha többé nem látták. Oké. Szóval ugyebár nem lehet a manónak adni semmit, van varázskalapunk. És tele vagyunk, azt mondja. Komorúan konstatálom, hogy tele vagyunk. Itt a Nívó díj. Miért loptuk el a Nívó díjat amúgy? Csak kérdezem, mert az nem a miénk. Lopni bűn. Hűjaj, jóval erősebb, mint a mostanink. Úgyhogy nézzétek meg, milyen vagányon nézünk ki. És nézzétek meg, milyen, amikor nincs rajtunk papíron. Viszont az régen rossz, hogyha most teli vagyunk, mert akkor van mit el kell adnunk. Ami nem baj, jelenben 1%-ot haladtunk a játékban. Ó, ezzel nem tudom mit tenni. Ő szerintem van itt Gobstones a közelben, amit én megvétózok, mert szerintem nincs. Ott is van egy valami, amit meg lehet nézegetni.
Rosszul varázsoltam? Fele tudja, minden esetre. Itt van. Méghozzá a Kentaur páncélnál. Az is Kentaur páncél, hogy eltaláltam. Ezt az egyik páncél szettet egy Kentaur vezérnek szánt félre sikerült békeajánlatként alkották. Az ajándékot visszautasították, és a hírvívőnek egy nyilvesszővel átlőtték a lábát. A patkónyomokkal teli páncélt később megtalálták és felújították. Vagyis szétrúgdosták, címszóval, hogy nekik nem kell páncél, mert a természetes elbukásuk, védelmük untig elég nekik ezek szerint. Bár hallgatjuk, hogy csillog valami, meg csipog, de nem hátrány, hogyha meg tudjuk nézni. Tesz is troll páncél, ahogy látom. Mindenki kapott páncélt, he? Troll páncél. Ezt a szokatlan páncélt egy troll számára készítették. Meglepő, hogy egyáltalán megmaradt, hiszen a trollok általában nem viselnek páncélt, és érthető módon hajlamosak lennének zavarodottságokban, hogy dühökbe összedúzni azt. Érdekes, hogy ekkorákat gyártogatnak. Hol van a következő Gobstones? Ott van. Gyere csak ide. Oké, megvan mindegyik. Viszont így most tudunk teleportálni. Csak hogy jó legyen. Ja, a Fig professzor tanterméhez elugrunk. Így nem kell visszafele mászkálnunk annyit. Ezzel is lerövidítve azt, hogy a fölösleges üres járati sétálásokat lássuk. Cserébe loading screen a haverunk. Hát ugye már M2 SSD-n ez annyira nem egy vaszizlos, hogy ez itt sokáig töltögessen. És szerintem nicetsze. Hogy más itt hirtelen felindulásból nincs. Lejjebb megyünk a kis csajhoz, és visszaadjuk neki a bűzös golyócskáit. Hadd örüljön, ha már szegényt ennyire kiközösítik. Hát nyitott szemekkel kell járni, meg invítózni. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Dehogy örülünk. I didn't think it was possible. However did you do it? Ja, anyadikos, hát első és másodikos. Well, may I have my gobstones back? Nem, nem kaphatod vissza. Nem, azt hiszem megtartom őket. Of course, they are yours after all. Visszaadjuk. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. De jövőbeli győzelmet neki ajánl. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Borzasztó ötlet. Remek ötlet, menj csak, rugasd ki magad meg. Hogy én akarok játszani? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Rajta kívül mindenkit, de. Very well, off you go. Wish me luck. Na és tényleg el is indulsz, vagy csak itt fogsz állni? Tényleg elindul. Oké. Majdnem szintet léptünk már megint amúgy, és a kihívások sorra teljesülnek amúgy. Megéri itt a bónusz feladatokkal szórakozni, mert kapjuk a cuccokat rendesen. Bárca markolatot kaptunk ki egyben. Nem is egyet. Ez az alap. Gömbölyded ibolya. Lenyűgöző gyűrűs markolat lila színben. Ó. Oh. Hát ez hozzá nem ad semmit, azon kívül elvette a szépségét, viszont ez a nincs neki. Ez pedig azért egy kicsit elegánsabb, úgyhogy erre át is váltunk vele. És a gyűjtemények is nőttek. De nem az érdekel most minket, hanem a... ez. Nem ez. Hanem... kihívások. Küldetések.
Ez nincs még meg, ez nincs meg, ez megvan. Nem üveg. És megvan. Ez. Díszviseleti kalapot kaptunk, ez meg folyamatban. Nincsen. Egy zárót kihívás is van még. Nézzük meg gyorsan, hogy amit kaptunk, az ami van, mert aztán fejfedőt kaptunk. Vagy csak dizájnt. Na mindegy. Ezzel majd ráérek pepecselni magamnak. Most el kell mennünk tanulni. A tanuláshoz meg errefele kell menni. Oda föl. Egyel arra, gondolom. Vízköpő beszólt, hogy rosszba sántikálunk. Igen, erre eljövünk. Itt voltak a cicák. Hm? És akkor egyel... följebb, mert följebb ikon van mellette, nyíl felfele. Igen. Hát ha nem lenne map, akkor simán eltévednénk egyébként a helyen. Úgyhogy jövünk is megtanulni a tűgyűjtő bűbájtotot. A hiket ad a Vigyori professzor, nem? Ja, oké. Akkor rossz küldi van megnyitva, sorry but that is it. My bad, ahogy mondani szokták. Küldetések. Első megbízatás, ez kell nekünk. Jelentkezünk Hikat professzornál. Fölöslegesen jöttünk ide. Én meg jóval lejjebb van. Méghozzá ott. Ahova közelbe tudunk portolni és ott törülni. De akár ott voltunk a környékén, szóval... Rumpli. Nem figyeltünk erre alaposan. De nem baj. Elgyorsulunk. Miket ott van kint. Igen, erre. Érdekesek, hogy a futásnál újra kell nyomni a futásgombot, hogyha megállsz egyszer. Mert automatán nem érzékeli tovább a futást olyankor. Szóval nem baj. Meg is jöttünk, akkor ez a tanárnő. Oké, ott fönn kell ide, ne? Csak ide. Egy hibrid herbidai fekete csontváza. Ez a nagy sárkány csontváza, amely a sötét varázslatok kivédése tanteremben lóg. Állítólag egy trófea, amit Hikar professzor hozott magával, mint az 1878-as nagy vadborzó rajtaütés. Során egy magában legyőzte Kelet-Velsz egyik legnagyobb vadorzó bandáját. Szintlépés? Pont nincs meg, gondolom. Oké, a tanárnőhez be tudunk menni? Nem tudunk bemenni. Ez a tükör nem ede víz tükre, úgyhogy nem mond semmit. Na mondjatok! I'm here about the new spell you wanted to teach me, professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spiderwebs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Mekkora krumpli? You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Adad a tüzes bűbájtotot. You know where to find me once you've finished. Ha megcsináltuk a dolgokat. Kösz.
seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Hét menetet a párbajklubban nyerni kell, és varázskombináció is kell. Lucán mellett, tehát a Lucánnal együtt kell menni. Lucian. Hogy mi akartam majd Journey-elve lenni. Remélem nagyon messzire nem kell futnunk. Viszont akkor tud a párbajodásról, hoppá hoppá. És van valami. Itt volt, ahol a Hogwarts kijött. Kísértet járta illemhelyek. Ha csak nem vagy szorult helyzetben, valószínűleg jobb elkerülni ezt a illemhelyet, mivel állítólag a Hogwarts egyik kedvenc tréfálkodó helye. Az hát. Itt a szintlépés, 10-es szintűek lettünk, kérem szépen. Igen, itt nem látok mást, itt is van egy kentaur vagy egy lópáncél. Esimoláda. Felszerelésem megtelt. Berlin próbával lehet helyet szeretni. Köszi. Akkor viszont megnézzük, hogy el tudunk-e valamit pusztítani. 60-30, mondjuk a gyári iskola tallért. Tallárt. Az nem ér semmit ez. És már is lett egy helyünk, mert 20 helyünk van, és 19 van. Így föl tudjuk venni, amit fel akarunk venni. Egy kis pénz. Azért nem tudtuk kiszedni, mert nincs szabad helyünk, ezáltal a pénzzel se fértünk hozzá. Oké, Revelio. Agril High térképe. Ez a térkép Agril High tábrázol egy olyan skócia régiót, ami a Hebridák, vagy a hebridai fekete sárkányok őshazáját foglalja magában. Jó, és akkor oda mit szeretnél? Nem jó a reparó. Asszió se. Lumoszra is cseszik. Akkor olyan varázslat kell, amink még nincs. Alaptámadás meg szerintem nem elég hozzá. Na. Te onnan gyere le. Üti-müti. Kapjuk az XP-t ezerrel a normál szinteken. Itt egy kis money. Ez pedig nem nyitható még. Itt most várakoznunk kell? Hát várakozni kell. Még ide jött ő. Örül, hogy viszont lát. Szia, Lucán! Minden készen a következő menetre? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Igen. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Elvileg Sebastian kell nekünk. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Két lány. Három. Vannak egy fiú is. Oké. Haladó menet. Tedd meg a lila plüsbe olyan mozgató varázslatok, mint amin a begyűjtő bűbáj vagy az invító. Célpont rögzítése. Oké. Nem figyeltünk oda. Úgy. Nem figyeltünk oda megint csak. Pedig ott van a ikon rajtunk. Hát egyre egyet stunolunk. Tórikám kapja. Oké. Egy kiütve. Kapja hal ő is. Ez egy kicsit paraszt volt.
hozzávágtuk a cuccot. Te is kapsz. Pep! Kapja, ha? Érd ajándék. Mondom, Y. Pep! Nem feltétlen számítottak rá szerintem, hogy hozzájuk vágunk dolgokat. Bravo! I gave it my all. You did indeed. Minden belakó. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving in the next round. Kell ez erre. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Okay. The next round is for all the gobstones, so to speak. Összes köpkér megy szóval. Meg is lett ez. Lucan társaságába kell, hoppá hoppá, akkor nem sikerült. A varázskombinatú gyakorló menetet Lucien Bartra egy társaságába. Jó, hát akkor menjünk a... gyakorló bábúhoz ezek szerint. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Most kell kombinációkat tanulni. Persze, hogy szeretnénk kipróbálni, mert ez a köteled, hogy megtanuljuk a tutoriállal, hogy kell támadni. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Na, akkor itt mi van? Invitó, majd négyszerűtre alapparázslat. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Leviosa. 1, 2, 3, 4. Oké. Oké. 1, 2, 3. Nem jó, elbasztam. Már kombó van. Hova? 1, 1, 2, 3. Az jó. Egy, 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 és egy. Ó, szóval ezt így is lehet kombinálni. Oké. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fierce and challenger now. Egy kicsit koncentrálni kell a támadásoknál, hogy multikombozzunk. Na, de hát ez meglett, annyira nem egy vaszint rossz volt. Lehetünk Hikat professzorhoz vissza, de ide nem tudunk bemenni, mint látom. Revelio. Oké. Tehát itt láda, amihez még nem férünk hozzá, viszont akkor a professzorhoz vissza tudunk portolgatni. Oda kell mennünk. Hikterme. Bűbájtanterem. Remélem oda, mert elvileg belőle bűbájtanterem, szóval ahhoz fogunk menni. Aztán lehet összekevertem a kettőt, és nem az kell nekünk. I did say I was sorry. And you also went on to do the exact same thing. I would... Revelio. Someone tell me something. Baromira nem. Oké, valaminek nem kell újra megtörténni, azt mondja az egyik hollóhátas. 39-re van, amire mennünk kell, de annál távolodunk, mert légvonalban mutatja a távolságot. De nem baj. Hát a tanárhoz nincsen ezek szerint közvetlen vonalunk? Vagy csak én vagyok krumpli észrevenni? Minden sem vissza tudtunk jönni gyakorolni a varást. Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Igen. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecate. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio.
should be, Professor. Yes. Should I'm be. Sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that Fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Vagy koncentrálj. How do we end today's lesson with your robes aflame? Nincs előttünk tollár. And remember, focus on the proper wand movement. Na nézzük. F és space kell nekünk, meg space. Oké. Space. F. Space. Space. Meg is lett. Bár normál nehézséggel játszunk. Varázslat feloldva. A legendő varázslatot tanultam meg az, hogy a felszered a pironíciót, a varázskészletedre az, hogy megtehetsz, le kell cserélni egy másik varázslatra, a varázsválasztó menü a T. Oké, itt leírja, hogy ki kicsira, hova, merre. Szerintem a reparó nem fog nekünk kelleni most egy darabig. Négyfajta elemmel is szolgálhatunk meg az alappal, ami egyébként a pironícióra hajaz. Itt vannak passzív dolgok, mint a varázsvédelem, ősi mágia. Ez is az ősi mágiával köszönhetően a hajítás. Kisebb sebzés, ezt alapból tudjuk. Reveliót megtanultuk, meg a stupor, akkor visszatámadunk Antaratak. És akkor itt lesz az alohomóra. Ami kis trükködés fog igényelni ezek szerint, és meg kell tanulnunk. A Perfectus Totalus. De előtte ezt a lopakodós cuccot kell megszereznünk. Ez a sóbálványátok egyébként, amit Nevillen az első részben alkalmaztak tudtommal. Oké, kihívások menüben új dolog van. 150 XP járt érte. Méghozzá ez lett meg az osztály első sál. És akkor ez folyamatban van. Ruha költemény, és nem tudjuk, mi a következő. Jó. És csak a pironíciót valószínűleg hol tudjuk használni? Incendio. Incendio ugyebár a rész, amin mi tudjuk használni. Új küldetés elérhető, amihez vissza kell mennünk Fig professzorhoz. Zárat részleg titka. Kiábrándító bűbájt fogunk szerezni, amit ugyebár magunkra kell tenni. Visszamegyünk Fig professzorhoz, és utána szerintem az lesz a mai zárás. Hogy avval belecsúszunk a kb. Órás tartamba. Fölmegyünk. Tolunk egy balkanyart. Azt nézegettem, hogy mit edek a pajzsikonok egyébként, mert... lehet, hogy adokra kell varázsolni. A másik tetszik, ha megsimogatjuk. Tiszta Guardian kategória, fehér pofikával. Fehér csíkos pofikával. Hatalmas ezek a nyávogások. Ott a másikőt most nem simogattuk meg. Lehet szomorkodni emiatt. Igen, fent van, ahova jönnünk kell. Big professzor terméhez ide van egyébként teleport. Zárójelben megjegyzem. Főküldetés adó. Mindjárt kiderül, hogy itt mit és merre, hogyan. Megint várnunk kell. Igen, várakozás módot mond. Úgyhogy ott, ahol elkezdtük, itt fogjuk abba hagyni. Csak azóta váltottunk egy játékórát, egy küldetést. Úgyhogy remélem tetszett nektek.
Én köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!